Sziasztok, itt vagyunk az idei tavaszi Kökény Béla Klasszik NPC regionális versenyen, és hát az imént láttuk felvonulni a színpadon a bikinis lányokat, és hát megmondom őszintén, hogy egy nagyon-nagyon szép és egy nagyon-nagyon népes mezőny verődött itt össze, gyönyörűek a lányok, és amit én személyesen megjegyeznék, hogy nagyon-nagyon jól felkészült az idei mezőny, nagyon-nagyon szépek a lányok, nagyon-nagyon odafigyeltek legtöbben a smink, a haj és a bikini összhangjára. A bikini kategóriában különösen fontos, hogy a hölgyek figyeljenek, hogy tényleg a smink összhangban legyen a bikinivel a hajjal, szóval tényleg egy ilyen full package-el menjenek a bírók elé. Azt gondolom, hogy itt a lányoknak egy picikével szoftosabb izomzat a követelmény, mint például nálunk profi bikini kategóriában, de tényleg itt is azért nagyon-nagyon fontos, hogy meglegyenek a vonalak, kellő kerekség és kellő szárazság legyen a bikinis lányoknál. Úgyhogy a tavaszi verseny egyébként azért nagyon-nagyon fontos, mert ekkor látjuk, hogy mondjuk az őszi szezon, ugye az őszi fit parádé, a jubileumi 20. fit parádé, ami ugye idén ősszel majd október 16-án, ha jól tudom, kerül megrendezésre, lehet, hogy előtte vagy utána egy nappal, de a lényeg, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos esemény lesz majd ősszel, és azt gondolom, hogy itt most a tavaszi versenyen már felvonulnak azok a bizonyos lányok, akik közül majd kikerülhet esetleg egy új profi bikini versenyző is az őszi Pro Qualifier-en, ugye a Fit Parádén, úgyhogy ez egy nagyon jó kis ugródeszka, azt gondolom. Én már most láttam egy jó pár lányt, aki azt gondolom, hogy esélyes lehet idén egy profi kártyára, és nagyon-nagyon reméljük, hogy ha magyar lány nyeri idén ezt a bizonyos profi kártyát, akkor tud is élni a lehetőséggel, és akár profi mezőnyben is megcsillogtatja a tudását. Úgyhogy mi megyünk is, szurkolunk tovább a lányoknak, tartsatok ti is velünk, és hát sziasztok! Sziasztok, Balogh Robin vagyok, itt vagyunk a Béla Kökény Klasszikon, a Fitrate Sport funkcionális italokkal, illetve Bernát Odettel a versenyzőmmel. Nagyon erős mezőnyt láthattunk a mai napon, kifejezetten a testépítésben és a bikiniben. Az Odett most jött le a színpadról, és eddig 5 kategória számból 4 aranyérmet, illetve 1 ezüstérmet sikerült elhoznia. Team Fitrate, vagyis a csapatom, az őszi szezonra készül gőzerővel, nagyjából 12 versenyzővel fogunk a Fit Parádéra érkezni. Két és fél hónappal ezelőtt dőlt el, mert ugye ezt a regionál versenyt 2-3 éve, nem tudom pontosan, de a Blade szervezte. Majd az ideit valamilyen okból kifolyólag, fogalmam sincs, hogy miért, de lemondta, így a Burani Csildinek mi felajánlottuk, hogy akkor besegítünk ebbe, és a párom, aki nekem a legnagyobb mentorom, ragaszkodott ahhoz, hogy ez legyen a név. Én próbáltam tiltakozni, hogy mit fognak ehhez szólni, de végül beleegyeztem, és ahogy elnézem, tök jók a visszajelzések. Béla Kökény Klasszik NPC regionál versenynek a végén. Nagyon jól sikerült az esemény. Hát én azt gondolom, hogy az elmúlt idők, vagy minden idők egyik legjobb bikini mezőnyét láttuk, és ez még csak a regionál. Gyönyörűek voltak a lányok, óriási volt a testépítésben az Open, illetve a Klasszikban, és ez nagyon biztató, hiszen többen, akik itt bemutatták magukat, akár már indulhatnak a prókártya megszerzéséért is bármelyik versenyen. Nekünk ebből Amerikán kívül 400 van, úgyhogy érdemes ezekre fókuszálni. Magyarországon legközelebb október 15-16-án találkoztok velünk a Fit Parádén, a Kozma István sportcsarnokban Csepelen, ott volt tavaly is a versenyünk, ami már biztos, hogy megrendezésre kerül a Fit Model World, az NPC Regionál, az IMBB Pro Qualifier, a Wellness Pro, a Figure Pro és a Classic Pro, és ha a szponzorok összejönnek, akkor bizony Bikini Pro-ban is gondolkodunk.
Idén ősszel én is színpadra állok, valószínűleg a Fit Parádé lesz az első versenyem, ott találkozunk.